A koronavírus járványjal összefüggésben országos és megyei szinten is átcsoportosításokra kerül sor az egészségügyben, mely a szakápolói és az orvosállomány személyzetet érinti. A Szexárdi Balassa János Kórház kiemelt intézménye a COVID vírus elleni küzdelemben, így a Paksi Gyógyászati Központot is érintő intézkedések léptek életbe. A kijelölt kórházakba kell átcsoportosítani, e mondjuk Paksról ö, szakellátó ápolókat, ö, szakápolókat, illetve ö, a, a ettől a héttől kezdődően, a holnapi naptól kezdődően, ö, akár orvosokat is át kell csoportosítani. Elsősorban ugye. Paks esetében e, Szexárdra. Október első napjaiban kilenc szakdolgozó került át Szexádra, mely főként a Paksi labort érintette érzékenyen, így ott korlátozásokat vezetnek be. A labor szolgáltatást limitálják napi 50 főre, és csak telefonos időpont egyeztetéssel lehet majd laborvizsgálatot kérni jövő héttől. Paksról öt segédápolót és négy szakasszisztenst is Szexádra vezényeltek. A segédápolói feladatokra a gyógyfürdő dolgozóiból nevesítettünk, hiszen még nem indítottuk vissza a gyógyfürdőt, de ilyen formán már valószínűleg nem is tudjuk visszaindítani, hiszen az öt főn állunk egy nagyon jelentős létszám közel a 25 százalék dolgozóknak. A belgyógyászati szakrendelés bizonytalan időre megszűnik pakson, szexárdon látják el a betegeket a jövőben. Ha tovább nő az ellátandó COVID betegek száma, újabb szakdolgozókat, szakorvosokat rendelhetnek át a megyeszékhelyre, a Balasa János kórházba, az ottani zöggenőmentes működéshez.